Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Belemenés, Sellei Zoltánnal ülünk itt kedd délelőtt, úgyhogy az első mondatunk az nagyjából az elnézést kérés is lenne, hogy egy picit most csúszik az adásunk, de hát ez egy ilyen hét volt, most mindannyiunk számára összejöttek picit a dolgok, de azért nem akartuk, hogy kibeszéletlenül maradjanak a hétvége kézilabdás eseményei, hiszen van téma bőven, és voltak magyar szempontból is izgalmas mérkőzések. Ugye kezdjünk rögtön az Európa Ligával. A Vác a Holland Velló csapatát győzte le 32-24-re hazai pályán, összesítésben 69-46-ra jutottak tovább, úgyhogy nem volt kérdés a váci siker ráfentállására, 9 gólt szerzett, de például az általunk előző adásokban említett és elemzett Háfranóiminek is volt 3 gólja, úgyhogy ez azért mindenféleképpen egy biztató kezdés, Zajklára remekül védett a kapuban. Úgyhogy ez egy magabiztos továbbítás volt. A Vác ellenfél egyébként a főtáblára jutásért majd a Thüringer HC lesz, amelyik ugye Szabó Annát és Kucora Csengét is a soraiban tudja, úgyhogy ez egy érdekes párharc lesz ilyen szempontból. És volt még egy magyar szempontból két irányból is érdekes párharc. A Dunaszerdahely Vülcsa ellen játszott, és 26-33-ra kapott ki, és mert az első meccset is a románok nyerték, így nem volt kérdés a továbbítás, bár azt hozzá kell egyébként tennem, hogy a Dac elég sokáig meccsben volt, sőt vezetett is, úgyhogy nem lehetett azért nyugodt a Vülcsa, és ahogy említettük, ugye most már a fő táblára jutás lesz a tét az Európa Ligában, a november 9-10 és a 16-ai 17-ei hétvégén rendezik majd ezeket a mérkőzéseket, a Debrecen ellenfele a Vülcsa lesz, az egy elég pikáns párhoz, aki ígérkezik, és ahogy említettük, tehát Vác Thüringer, úgyhogy lesz izgalom itt az Európa Ligában is, de hát a fő témánk az természetesen ma is a Bajnokok Ligája, és azon belül is majd a két magyar csapat meccse, de ahogy azt már megszokhattátok, elsorolnám gyorsan az eredményeket. Rögtön egy meglepetéssel kezdtünk szombaton, a Gloria Bristis a hazai pályán valami botrányos mérkőzést játszott a Podravka Vegeta ellen, végül 4-jel kaptak ki, de hát 10 körül is volt az eddig nem remekül horvátok előnye, egészen elképesztően játszott a Bistrica. A Nyköpinghoz éppen 28-33-ra kapott ki a Sturhamártól, a Cesmer Bukarest idegenben 31-29-re verte a Ljubljanát, a Metz Fradi 24-19-es meccsre természetesen majd hosszabban beszélünk, és ha áttérünk a vasárnapra, ugye Budus Ludwigsburg 25-36, Esbjerg Vipers 30-29, itt nyitok egy zárójelet, hogy pont az adásunk előtt nem sokkal jött a hír, hogy a Vipersnél ismét anyagi problémák vannak, és a klub majd hamarosan a sajtótájékoztatót tart, úgyhogy mire ti meghallgatjátok ezt az adást, valószínűleg a Vipers helyzetéről is már többet tudunk. A Győr 35-34 lehet a Brest, Bretagne otthonában szintén beszélünk majd róla, és az Odense pedig 32-24-re verte a Rapid Bukarestet. Zoli, így az első kérdésem az is annak felét, hogy van-e esetleg számodra kifejezetten meglepő eredmény, vagy amit így érdekesnek gondolsz kiemelni? Hát igazából először én is üdvözlök mindenkit. Másrészt egyébként ez a Bisztica mérkőzés nagyon érdekes volt, plusz hát ami számomra a meglepetés, ez ugye, amiről beszélgetünk hamarosan, ez a Metz Fradi mérkőzés, illetve hát a Brest Győr mérkőzés is tartogatott olyan szempontból érdekes dolgokat, hogy érdemes róla abszolút beszélni. De amúgy a többi nagyjában talán még ez az Odense Rapid nagyon magabiztos hazai győzelem, ami talán a győzelem mértékéből fakadóan kicsi meglepetés, mert ez egy nagyon sima mérkőzés volt. És hát azért a Ludwigsburg is hozta a kötelezőt az idegenben, az is talán egy kicsit a Vártnál nagyobb arányú győzelem, szóval Ludwigsburg szerintem nagyon, nagyon hullámzó teljesítmény nyújt, vagy nem tudom, hogy is hívják, Achterbahnon vannak, ami mindjárt kiderül, hogy mit jelent. Hullámvasút, na, sikerült megtalálni ezt a szót, szóval hullámvasút aznak. Egyszer nagyon magabiztosan győznek, aztán pedig vannak érdekes eredményeik, szóval még nagyon nem sikerült eltalálni ezt az átlagos formát, de egyébként úgy nagyjából óriási meglepetés talán nincs, mondom, a győzelmek mértéke talán, ami kisebb meglepetést okozhat, szerintem. Ez valóban így van, és akkor térjünk is rá az első fő témánkra, a Ferencváros 24-19-es meccsi vereségére, és indítsunk onnan, hogy te mit vártál ettől a találkozótól. Ugye a Fradi eddig nagyon magabiztosan játszott a BL-ben, de hát mi is kiemeltük az előző adásokból, hogy azért a sorsolás egyértelműen kedvezett a zöldfehéreknek, hiszen olyan csapatokkal játszottak, akik ott legalább egy kategóriával gyengébbek nálunk, és most annak a Messznek az otthonába látogattak, aki azért egy klasszikus top csapat a női BL-ben, viszont eddig azért ők nem voltak a magabiztosság szobrai, ugye egy góllal nyertek a Nyköping otthonában, a Sturhamára ugye döntetlent játszottak,
és nem feltétlenül láttuk azt, hogy ebből a keretből mi fog kisülni, még akkor is, ha tudjuk, hogy majd remekül építkezik. Szóval egy picit nekem így első körben a Fradi tűnt esélyesnek, de hogy láttad? Én nem így gondoltam egyébként, és talán a kis tippjátékomban talán döntetlenre is raktam, de azt is félre talán. Én azt gondoltam, hogy ugye ez az első nagyjából komolyabb erőpróba a Fradinak, és hát ugye még mindig csak ősszel járunk, amikor azért sok mindenről nem lehet így a mondjuk Final Four-ról beszélgetni, de én azt gondoltam, hogy ez a meccs azért ez képes lehet otthon megvenni a Fradit, de ahogy említetted, a Fradi formája azért egyrészt csalóka, hiszen ugye veretlenek voltak, másrészt pedig ugye a tekintetben is csalóka, hogy nem játszottak top csapatokkal, ugyanakkor a tavalyi évben is volt, illetve már többször volt az elmúlt években is, hogy azért a kötelezők is problémát okoztak, ez most így egyelőre nem volt az szerencsére, de azt gondolom, hogy meccs lehet az első olyan erőpróba, amely talán mondjuk így, hogy necces lehet, és hát igazából a mérkőzés elején nem gondoltam volna, hogy ez a Fradi nem győzi le a francia ellenfelét, de aztán ugye láttuk a mérkőzés, hogy mondjuk őt szinte magabiztosan nyertek a hazaiak, és hát mondom, számomra az volt a meglepetés, hogy ilyen nagy arányban is győzni tudtak, másrészt pedig, hogy a Fradi ennyire gyenge volt ezen a napon, és hát így, hogy minden összejött, azért így a kérdések is felmerülnek, ugye sokféle kérdés, amire egyébként a még beszélgetünk róla, hamarosan érkezik ugye holnap, ha jól emlékszem, a kedvan, igen, holnap ugye egy Loki elleni mérkőzés, és hát hogyha ott is esetleg valami nem úgy működik, akkor azért itt vannak érdekes kérdések szerintem. Hát minden bizonnyal, még akkor is, hogyha egyébként ez a meccs nem indult rosszul, ugye a Fradi számára 6-1-re is vezetett talán helyen a csapata, utána azért viszonylag gyorsan visszazárkózott a meccs, és picit úgy tűnt az első fél időben, hogy ez a meccs a védekezésekről szólt, illetve talán arról, hogy a padról beszállva ki tud többet hozzátenni, és ebben a Fradi tűnt azért talán hosszabb paddal rendelkezőnek, mélyebb kerettel rendelkezőnek. De egy nagyon szoros meccs volt itt az első fél időben, viszont megvoltak a maga hullámai. Hogy láttad összességében a meccs képe, kinek kedvezett jobban? Hát nekem megmondom őszintén, még mindig, ha nézem ezt az eredményt, itt van előttem, hogy 24-19, és az, hogy 19 gólt lőtt ez a Fradi, ezzel a kerettel, ez valami egészen elképesztő számomra, negatív értelemben természetesen. Ugye a 24 kapottal azért nyertek már csapatok mérkőzéseket, bár mind a férfiaknál, mind a nőknél, de ez, hogy egy ilyen kezdés után, amikor tényleg pár perc alatt nagyon elhúzott a Fradi, és nyilvánvalóan nem lehet az első 5 perc alapján kivetíteni ezt az eredményt az egész mérkőzésre vonatkozóan, főleg női mérkőzés, amely inkább hullámzik. Azért azt nem gondoltam volna, hogy ez a Fradi ezzel a támadó szekcióval megáll 19 gólnál, ami tényleg ízlegetni is. Nem tudom, mikor lőtt a Fradi utoljára csak 19 gólt, tehát hogy még csak nem is kettesek kezdődött a lőtt gólok száma. És hát nagyjából lejött a Fradi minden hibája, és pedig azért ez egy nem volt, tehát ez a meccs azért egy jó csapat, de azért ennek a Fradi Ferencvárosi keretnek azért nem lehetett volna egy megoldhatatlan, hogyha egy kicsit jobb napok fognak ki, illetve ha egy kicsit jobban meccselnek a bizonyos stábtagok talán. Igen, hát a Fradi kapott, pontosabban a lőtt góljainak a száma kapcsán, ugye nem lehet megkerülni Kleopatra Dárdai szerepét, ugye ő időközben érkezett a meccshez itt a szezon közben már, és hát sokat beszéltünk mi is arról, akár egymás között is, hogy mi lehet neki az ő szerepe, ugye azt tudjuk, hogy egy klasszis kapusról van szó, akit a válogatottban és klubcsapataiban is láttuk szenzációsan védeni, de azt is tudjuk, hogy azért neki az elmúlt időszakban több fejsérülése volt, az sem volt ugye biztos, hogy egyáltalán visszatérhet majd a kapuba, és ennek függvényében azért volt egy kockázata a Metz számára az ő leigazolásában, és ő is elmondta, hogy volt benne félsz azzal kapcsolatban, hogy egy közel másfél évtized után visszatért a Metzhez, de hát nagyon úgy tűnik legalábbis az első meccs alapján, hogy ez egy jó vétel lesz, még akkor is, hogyha nyilván beszélünk majd arról, hogy igen, Dárda egy klasszis kapus, és igen, voltak ebben a védésszámban abszolút zicser védések is, de olyanok is, amikor azért azt lehetett érezni, hogy egy picit helyzet nélkül lőttek a ferencvárosi játékosok, vagy hogyha egyébként a lövő helyzet meg is volt, akkor hát hogy is fogalmazzak, elég naív befejezéseket választottak például szélről, amikor gyakorlatilag tényleg lehetett látni, hogy Dárda lő.
az egyik sarokban helyezkedik stabilan, és mégis sikerült gyakorlatilag eltalálni, úgyhogy összetett azért ez a dolog, de egyelőre Darlő szerepe fontosnak tűnik a mezben, és hát azt is ki kell emelni, hogy ez bizony Szemere és Zsófi játékpercét is erőteljesen befolyásolhatja. Ugye az elmúlt héten úgy nézett ki, hogy a Metsz soros bajnokián hétközben Szemere és Zsófi volt a kimaradó, tehát Darlő és Depizé volt a keretben. Most a BL mérkőzésen Szemerei volt Dárlő váltotás, és hát a Sport TV-nek a vendége is volt, ugye Zsófi, és próbálták arról kérdezni, hogy akkor most hogy lesz a felállás, úgy lesz, mint például akár a Fradi Rámos jelenleg, hogy Glozer, aki azért általában stabilan ott van, és mellette az egyik magyar kapus, és hát azt mondta erre Szemerei Zsófi, hogy nem tudja, még nem volt erről igazából konkrét tájékoztatás feléjük, minden reggel tudják meg, hogy kik az aznapi kimaradók, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy a három kapus így versenyez a posztért, de hát, hogyha Dálő így véd, akkor nehéz elképzelni, hogy nem ülne stabilan az első számú kapus ennek a meccsnek. Abszolút, tehát egyébként ezt hozzátem, ez a 22 védés, ha jól emlékszem, ez valami emberfeletti teljesítmény, és nyilvánvalóan itt voltak tényleg olyan előkészületlen lövések, illetve szélről olyan nullszögből leadott, nagyon optimista lövések, ami, ahogy mondtad, inkább naív lövések, amelyeket meg kis túlzás nélkül lehet, hogy én is kivédtem volna, hogyha nem félnék a labdától, de azért voltak benne óriási bravúrok, és ezek a bravúrok azért akkor jöttek, amikor nagyon-nagyon fontosak voltak, bár ugye megint felteszik a kérdés, melyik bravúr nem jön jókor, de minden esetre volt olyan szakasz, amikor tényleg megbabonázta nagyjából a Fradi támadóit, és hát ugye Szemre Zsófi miatt ez kicsit ilyen szempontból szomorú, de én nem féltem még én Zsófi, szerintem fel fogja venni a kezét, meg egyébként is ő is egy nagyon jó kapus, és hát lehet, hogy legközelebb neki lesz a 22 védéses mérkőzése, én ezt megmondom őszintén, kinézem belőle is. Ugyanakkor beszélni kell természetesen a Fradi támadóiról is, illetve hát tényleg úgy tűnt nekem kicsit, hogy mint a kicsit káosz lenne a Fradi pályán most. Aki úgy gondolta, hogy éppen kedve van kapura lőni, az kapura lő, de tudatos játék, aki megmondom őszintén, nem sok jelét láttam. Úgyhogy itt egyrészt ugye komoly, nem is tudom, mentális gát jött létre, legalábbis én így láttam, innen a fotelből, nyilván innen egyszerűbb, de hogy ennek mi volt a valódi oka, erre nyilván majd Allen Heine fogja megtalálni remélhetőleg a választ, mert azért jönnek azok a mérkőzések, ahol ezek abszolút nem férnek bele. Akkor sem, ha éppen én azt gondolom, hogy a 22 fűdés emberfeletti teljesítmény, és attól függetlenül, hogy a meccsben kikapott a Fradi, ettől még az égvilágon semmi nem történt. Tehát én megmondom őszintén, sokkal jobban aggódok olyankor, hogyha most ez a Fradi például, nem tudom, 10-zel vette volna a meccet idegenben, mert akkor arról szoktam ilyenkor beszélni, hogy hát a forma időzítés nem igazán jó, mert nem ilyenkor kell ilyen szinten játszani. Ez ugye már a fiúknál is volt ilyen, például tavaly a Veszprémnél említették, hogy a Barcelona és a Magdeburg legyőzése után már mindenki odaadta a BL címet a Veszprémnek, aztán láttuk, hogy mi lett. Szóval azt gondolom, hogy teljesen rendben van, lenne ez az eredmény is, én nekem legalábbis ez a véleményem, ha itt most tudatos kézlabdázást láttunk volna a Fraditól, és a tudatos kézlabdázás mentén kaptak volna ki, mert ugye beszéltünk már róla, hogy azért még mindig csak október van, és még azért rengeteg az új játékos, itt kisebb sérülések is bajlódnak játékosok, és teljesen természetes, hogy ilyenkor még nincs csúcsformában egy csapat. Ugyanakkor azokat a taktikai megoldásokat, azokat az előkészítés, azokat a formációkat, azokat a tudatos kézlabdára utaló jeleket sajnos nem láttam most ez a mérkőzésen, ami alapján én bizakodó lennék, hogy itt a következő mérkőzéseken nem lesz ugyanez. Ugye lehet, hogy ez a játék ugye elég rengeteg csapat ellen, azt gondolom, szóval szerintem a legtöbb, mondjuk top 8-on kívüli BL csapat és a magyar bajnoki mondjuk a 90% ellen talán elég a győzelem, ez a majd a klasszisai megoldják típusú kézlabdázás, de hogyha jön egy ilyen csapat, amelyik ilyen szinten védekezik, van mögöttük egy kapus teljesítmény, és ráadásul a Fradi nem meggondoltan szövegeti a támadásait, mondjuk így, akkor jön egy ilyen végeredmény, és hát ha így folytatódik, akkor jönnek még ilyen végeredmények, és ennek ugye nem örülnék, hiszen nem azért vásárolták össze ezt a Fradit, hogy itt a legjobb 80 búcsúzzon, hanem egyértelműen a Final Four a cél, amit egyébként én azt gondolom, hogy teljesen realisztikus, hogy ez a cél, úgyhogy itt mondom már holnap is sok minden szerintem eldőlhet, úgymond, olyan szempontból, hogy tud-e tanulni a Fradi a hibáiból, illetve hát jönnek azok a mérkőzések, amelyek nem magától értetődően a zöld-fehérek győzelmét ígérik.
Lenne egy kérdésem, illetve egy feldobott labdám felé. Az egyik az az, hogy nekem úgy tűnt, és ugye erről tényleg mi is beszéltünk korábban, hogy a Fradinak ez volt talán az első igazán komolyan vehető ellenfele. Oké, azért a Bystrica nem egy rossz csapat, tehát hogy ott szerintem azért már egy szintet léptek a korábbiakhoz képest, de ez a Metsz volt talán az első, hogy nekik tehát mondjuk a BL legjobb 8, legjobb 4 környékére várunk. És azt láttam, hogy először találkozott a Fradi igazán komoly csapatszintű védekezéssel. Egyszerűen az előző mérkőzéseken megértek abból, hogy amit te is mondtál, klasszisaik vannak, akik egy egész egyszerűen egyénileg jobbak a védőknél, meg tudják őket verni, ki tudják alakítani azokat az előnyöket, amikből helyzeteket tudnak kidolgozni. Most viszont egy nagyon jó csapatvédekezéssel szembesültek, és itt jöhetett volna annak a rendszerjátéknak a jelentősége, amit hiányoltál. És a másik dolog, amit így kérdeznék tőled, hogy ki ennek a Fradinak most jelenleg az igazi vezetője, mert nekem azért ez így külső szemmel nem egyértelmű, és hát itt kár lenne szerintem kerülgetni, hogy én azt gondolom, hogy a második félidő második felében azzal a teljesítményen, amit Andrálek is nyújtott, a világon az összes edzőnek le kellett volna cserélni a szerb irányítót, akármekkora klassz, és akármennyire jól játszott egyébként a Fradiban és az előző két meccsen, két szezonban, bocsánat, és helyne mégsem cserélt el, sőt, ugye visszatette annak ellenére, hogy Bölk egyébként nem volt rossz, sőt, talán a szezonban az egyik leghasznosabb meccsét játszotta le. Úgyhogy nekem azért úgy tűnik, hogy itt Lekicsnek elég komoly beleszólása van, és hát ugye hallunk is olyan pletykákat, hogy tulajdonképpen Lekics majdnem, hogy másodedző, hanem vezetőedzői posztot tölt be tulajdonképpen. És hát ugye az erőléti stábot is az ő közbenjárásával hozta a Ferencváros, úgyhogy egy picit úgy tűnik, hogy Lekics hatalma az túlmutat a pályán mutatott irányító szerepén. Hát igen, még előre leszögezném, hogy nyilvánvalóan innen csak találgatni tudunk, illetve hát azért sok olyan fórumot olvasunk, illetve sok olyan belső információnk van, ami alapján azért meg szoktuk hozni azokat a véleményeket, amelyeket most te is mondtál. Szóval nem igazából a hasonlítésszerűen mondjuk, de azért azt mindig hozzá kell tenni, hogy ugye nem látunk bele, hogy mi történik, de én azt gondolom, hogy ugye én egészen, sőt egészen biztos vagyok benne, és ez az én véleményem, hogy Hajna maradása van, biztos vagyok benne, hogy Lekicsnek is óriási szerepe van. Én szerintem ők nagyon jól kijöttek egymással, és ugye már beszéltünk arról, hogy amikor arról volt szó, hogy Albertsennek mennie kell, akkor mindenki úgy gondolt, hogy a stábnak is mennie kell, és szerintem sokaknak meglepetés volt, számomra legalábbis az volt, hogy Hajna maradhatott, és aztán láttuk, hogy abszolút varázsütésre megtartósodott a csapat, és azért hozták, amit talán nem is jövendőltek neki. Itt az hazai fronton ugye szintén domináltak, és a BL-ben is úgy, ahogy tovább verekedték magukat, aztán ugye a Final Four nem jött össze, de ettől függetlenül szerintem egy abszolút elfogadható szezont játszottak, és ugye én azt gondolom, hogy itt ebben Lekicsnek, illetve a kulcsjátékosnak fontos szerepe volt, és talán ez ütközik egy kicsit vissza, hogy egyrészt ugye vagy Heine nagyon hallgat azokra a játékosok, akik megbíztak benne, ugye ez mondjuk azt mondom, emberileg egyébként ez teljesen elfogadott, meg teljesen normális szerintem. Itt gondolok Tomorira, aki védekezésben látjuk, hogy sokat is kurál a mesterrel, illetve Lekicsel, aki ugye szerintem egy, ha mondtad is, hogy igen, tehát meghosszabbított jobb kezed, de talán, lehet, hogy talán több is, lehet, hogy talán, nem tudom, utódja is, ezt nem lehet tudni ilyen szempontból, de hogy lehet látni, hogy egy másfajta kapcsolata van, én egészen biztos vagyok benne például, és nem akarok itt megint olyan dolgokat mondani, amiket nem tudok bizonyítani, de ha mondjuk Simon Petra játszik hasonló szinten például, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ő is ennyi bizalmat kapott volna, és Lekicsnél lehetett látni, hogy nagyon rossz formában van, ugye a kvalitásai, az elért eredményei, az elmúlt két szezonban nyújtott teljesítménye alapján, tehát abszolút nem érheti kritika, ezzel nincs gond, de minden játékosnak azért van olyan mérkőzés, amikor abszolút nem jönnek össze semmi, pedig világklasszis játékos, és hát ez egy ilyen mérkőzés volt, és hát ennek ellenére játszott annyit, amennyit, és igen, ez nekünk is itt a kis fórumokon, vagy a kis messenger beszélgetésünkben is felmerült, hogy nem kellett volna esetleg máshogy cserélni, illetve nem kellett volna esetleg őt már korábban lecserélni, és hát sajnos nem jött össze ez a cseré, és mondom, ha nem lenne a Fradinak ilyen mély kerete, akkor ez nem lenne gond, mert hiszen játszani kell mindenkinek. Mondjuk így, azért látjuk, hogy ez a keret egyrészt sokkal erősebb lett, ráadásul sokkal mélyebb lett, rengeteg variációs lehetősége van Hányinak, és mégis Lekic játszott olyan szituációban, olyan a mérkőzésnek azon periódusában, ahol sajnos elment ez a mérkőzés, és
itt megint jön a fontos kérdés, hogy tudnak-e ebből tanulni, illetve lehet ebből tanulni, illetve lehet-e egyébként máshogy dönteni. Ugye ezt nem tudhatjuk, ez tényleg csak mondjuk így elmélet, de azért ilyen szinten azért már nem az van, hogy nem tudom, a legszimpatikusabb játékos játszik, attól függetlenül, hogy mekkora klasszis, ha nem megy neki, akkor le kell kapni, ezt látjuk egyébként rengeteg edzőnél, és hát hozzátenem rengeteg világklasszis edzőnél, ahol nem számít az, hogy ki kicsoda, hanem csak a teljesítmény számít, és most ezt én nem látom éppen a Fradi, vagy legalábbis nem láttuk a Metsz ellen, úgyhogy nem tudjuk, ez most egy kiugróan rosszul sikerült meccselés volt éppenséggel, vagy ez egy tendencia lesz. Ha tendencia lesz, akkor lesznek gondok szerintem, ha csak egy éppen egy kiugró, és lehet, hogy hány is belátja, hogy mondjuk és jobban bízott Lekicsben, mint ahogy kellett volna, és mondjuk legközelebb már mondjuk korábban cserél, vagy vissza se rakja, akkor azt mondja, na, akkor megint tanult Heine valamit, úgymond hogy ekkora világklasszis kerete van, és ahhoz ő, hogy hozzánőjön, ha nem, akkor viszont ismételten azt kell, hogy mondjam, hogy nem jó felé mennek ezek a dolgok, és érdemes elgondolkodni, hogy akkor mi lesz a megoldás, mert az nem lehet, hogy mondjuk játékosok ránőnek az edző fejére, és hát tavaly pont ez történt. Minden bizonyal igen, de és az is nagyon fontos azért, amit te kiemeltél, hogy itt még október van, és azért a szezon lényegi kérdésé nem most dőlnek el. De egy szóval még azért térjünk arra rá, hogy a Ferencvárosnak valóban egy fontos mérkőzés következik itt hétközben, ugye a Debrecen elleni bajnoki rangadó, és hát a Lokit ugye láttuk nemrég a Győr ellen is egy utolsó másodperces kihagyott zicserrel vereséget szenvedni, és a döntetlen lehetőségét elbukni, úgyhogy egészen biztosak lehetünk abban, hogy a Loki nagyon éhes lesz a sikerre a hazai pályán, és hát ugye azt is tudjuk, hogy az Esztergom ellen nekik már becsúszott egy botlás, tehát kompenzálni is lehetne esetleg egy bravúrral. Nagyon veszélyes meccs lehet az a Fradinak azért összességében. Én is így gondolom, itt talán az lehet sajnos segítség, hogy ugye Szabonin, aki azért stabilan játszott, ő azért ugye megsérült, itt visszahozták a kölcsönjátékost, de én azt gondolom egyébként, hogy hát igen, ez, ha nem lett volna ez az esztergomeni vereség, akkor úgymond talán azt lehet mondani, hogy ez egy fradienni vereség esetleg beleférhet egy Debrecenne, de azért láttuk, hogy a világklasszisokkal felálló Győr ellen is nagyon-nagyon-nagyon közel voltak a pontszerzéshez, de én azt gondolom egyébként a győzelemhez is, és ugye mind a két edző kiemelte, hogy, és ezt mi is láttuk, tehát szerintem az elfogult győri szurkolókon kívül szerintem mindenki látta, hogy itt igazából csak a szerencsém volt, hogy nem szerzett pontot vagy pontokat a Debrecen, és hát ez a veszélyes Debrecen ez ellen a hát mondjuk csalódást okozó Fradiára játszik, ott tényleg nem lehet tudni, hogy mi ez, hogy lehet közhelyet pufogtatni, hogy három esélyes a mérkőzés, de valóban az lehet, amit ott a stúdióban is pedzegettek, hogy a Debrecen lehet a mérleg egyik fontos nyelve a bajnoki versenyfutásban. Úgyhogy hát én nagyon várom ezt a holnapi mérkőzést, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit lépnek a csapatok, hogyan kompenzálják egyrészt a sérült játékos, másrészt a Fradi milyen változtatásokat eszközöl, ott egyáltalán ugye mi van a sérültekkel, esetleg akik kevesebbet játszottak, az biztos, hogy egyébként én azt gondolom, hogy a Fradi esélyes annak a találkozónak, de idegenben hazai pályajátszó Debrecen ellen azért ott sok minden előfordulhat, és hát én nagyon reménykedem abban, hogy egy hasonlóan izgalmas mérkőzés lesz. És akkor térjünk is rá a másik magyar csapat aktuális BL mérkőzésére. A Győr ugye végül nyert a Brest-Bretagne otthonában, tehát ez is egy elég hullámzó találkozó volt. Itt ugye egy érdekes felállással kezdett Per Johansson, Brex-től és Rue volt a két átlövő. Ezt, ha jól emlékszem, korábban még nem láthattuk a Győrnél, és hát az első pillanatokban nem is működött jól, ugye 3-0-ra is elhozott a Brest, úgyhogy volt gyakorlatilag három technikai hibája, vagy két technikai hibája és egy rossz lövés a Győrnek, de utána azért szépen elkezdett ez működni, és szerintem ez egy pozitívum volt Győri részre, hogy nem kezdett el rögtön pánikszerűen cserélgetni ott az elején, hanem hagyta, hogy egy picit ez a sor rendbe tegye a dolgokat, és azt lehetett érezni azért a meccs nagy részében, hogy a Győr irányít, el tud lépni akár 4-5 góllal is, de igazából nem tudták leszakítani a Brestet, akik azért végig meccsben voltak. Úgyhogy először térjünk is vissza erre a kezdő csapatra, hogy a Per Johanssonnál azt lehet látni eddig ebben a szezonban, hogy nincs egy fix kezdő csapata,
és egy fix cselesorol, hanem gyakorlatilag minden másik mérkőzése más-más kezdősor tesz fel a pályára, és most ugye Bryce-től került be, aki eddig ugye kevesebbet játszott, és például Borsos Attila azt mondta, hogy szerintem meg az is lehetett az ok, hogy azért a Breszti védőfalnak a jobb oldal, amivel ugye Bryce-től barátlövőként találkozik, az azért nem egy húri-horgas sor, és itt a női mezőnyben kifejezetten magasnak számító átlövőnek lehet lehetőség, és tulajdonképpen ez megvalósult, mert szerintem messze a legjobb gyűri meccset játszotta egyébként eddig Breszter, úgyhogy hogy látod ezt, te melyik vagy egyébként inkább a hív annak, hogy legyen egy fix kezdő, fix rotációs emberek, vagy érdemesebb tényleg egy ilyen csapatnál mindenki tűzben tartani és folyamatosan variálni a kártyákat? Hát ez abszolút ugye edzői felfogás függő. Látunk ilyesmit is ugye a kézlabdázás világában, és látunk másfélét is, és inkább a másfélét szoktuk inkább látni, mondjuk így. Én is ennek a híve vagyok egyébként, de hát nyilván, hogyha van egy ilyen keretű csapatod, ahol tényleg minden posztra egészen pontosan két klasszisod jut, sőt, lehet, hogy három is, vagy négy is, ha úgy van, tehát mondjuk belső posztokra, akkor lehetősége van úgy rotálni, hogy mindenki megfelelő játék lehetőséget kapjon. És hát én azt gondolom, hogy csak ilyen mély keretű csapatoknál lehet ez megoldás szerintem, hiszen azt láttuk, hogy azt legalábbis úgy gondolom, hogy Johansson szerintem nagyon, nagyon okosan csinálja ezt a részét a kézabdázásnak, a Győrnél most, ezt a rotációs dolgot. Ugye beszéltünk már korábban, hogy a fiatal játékosoknak is mennyi lehetőséget ad, illetve hogy a fiatal játékosok nem akkor jönnek be, amikor már eldőlt a mérkőzés, mert ugye a Győrnél azért nagyon sokszor nagyon gyorsan eldőlnek a mérkőzések, hanem mondjuk velük kezdett, és aztán jönnek a nagy ágyuk, úgymond, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó, nagyon követendő példa. És hát az, hogy ő mindig más kezdővel állítja fel a csapatot, szerintem ez is annak köszönheti, hogy ezért tisztában ő is vele, hogy egyrészt még csak október van, másrészt ugye még nagyon messze vannak a szezonnak azon a részei, ahol igazán fontosak a mérkőzések. Ott szerintem már én legalábbis ezt jövendőlöm így most hirtelen, ha nem lesz sérülés, akkor ott azért lesz egy már bejáratott, mondjuk így kezdőcsapata. Nyilván pár poszton vannak különbségek forma ingadozás alapján, de én azt gondolom, hogy ez a fajta meccselés egyébként a jövőnek nagyon jó, hiszen mondom, még október van, itt még játszanak pár mérkőzés, aztán ugye kezdődik a decemberben a világverseny, és aztán ugye nem tudni, milyen állapotban jönnek vissza a játékosok. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó, de láttuk, mondom, erre abszolút ellenpéldát is, ugye például Magdeburgot a fiúknál, ahol igazából mindig pontosan tudjuk, hogy a 20. percben kit fognak cserélni, illetve kit nem fognak cserélni, tehát ott tényleg egy ilyen automatizáció van. Mondom azt, hogy nem is kell edző, mert de nyilván kell, de hogy az edző nem is kell oda cserélni, mindenki tudja, hogy mi a dolga, mindenki tudja, hogy mikor jön. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért ennek a túlzásba vitele is szerintem azért tud káros lenni, hiszen én azt gondolom, hogy a játékosokat úgy tudod legjobban a tűzben tartani, hogyha ilyen mélységű kereted van, hogyha mindig megpróbálsz egy kicsit másnak esetleg több lehetőséget adni, hiszen itt nem arról van szó, hogy akkor most kezdjünk egy fakezűvel a világklasszis helyett, hanem egyik világklasszissal kezdjünk egy másik világklasszis helyett, és hát mondom, ilyen luxus problémája azért nem sok csapatnak van szerintem a világon, és ezt Jánosz nagyon okosan próbálja megoldani. Szóval nekem ez tetszik, ez a fajta megoldás. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan láttuk, hogy ez nem minden esetben működhet, vagy nem minden esetben működik optimálisan, de ez benne van, hiszen ilyen felállásban, mint ahogy hallottuk is, meg hát én sem láttam még a Győrt játszani. Lehet, hogy nem is fogjuk, mert lehet, hogy tanul belőle per jó, aztán meglátjuk. Így van, meglátjuk. És ugye a másik téma, amiről szerintem több beszélni kell ennek a meccsnek a kapcsán, az, hogy ugye Győrre nagyon jellemző ebben a szezonban, hogy tudnak remek periódusokat produkálni, amikor akár 5-6-7 gólokat is közé tesznek, de igazából nem sikerül lezárni a meccseket. Ugye ezt láthattuk a Loki ellen, és azt hiszem a 40. perc környékén volt, nem, 35. perc környékén volt ilyen 21-15 talán az állás, és onnan egy 7-0-át produkált azt hiszem a Loki, vagy valami ilyesmit, és megfordították a meccset. Tehát, hogy ott is utána volt egy ilyen szintű leolvadás a Győrnek, és most is ez volt a helyzet, hogy többször elléptek 5-6-7 góllal, és mindig arról beszéltek a közvetítésben, és hogyha megint ellép 4 előtt a Győr, akkor azért onnan már nehéz lesz visszajönni, és mindig sikerült visszajönni a Brestnek, úgyhogy
Szerintem azzal most tényleg van problémája a Győrnek, hogy ne csak ellépjen, hanem mondjuk konkrétan le is zárja ezeket a meccseket. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy azért a mai kézilabdában erről is sokszor beszélünk, azért 5-6-7 gólokat már le lehet dolgozni viszonylag gyorsan. Abszolút, igen, érdekes, hogy mind a két magyar csapatnál vannak ilyen, nem, hát nem is stílusjegyek, de mondjuk így ismétlődő dolgok. Ugye a Fradinál most a Metzi mérkőzés talán levél mindig az volt, az első fél időben nagyon szenvedtek, aztán a második fél időt meg nagyon megnyerték, itt a Győrnél pedig az, hogy ugye kialakítanak egy mondjuk így nyugodtságot okozó különbséget, tényleg itt is volt 7 gól talán, ha jól emlékszem, illetve a Loki ellen is volt egy 7 gól, és aztán nem tudom, hogy elhiszik, nem tudom, szóval egy tényleg profi játékos, nem tudom, hogy nem hiszem, hogy elhiszik, hogy már benyerték a mérkőzést, és ennyire visszavesznek, de egy mérkőzés megnyerésének is azért van egy tudománya, ezt a tudományt egy még nem játsza, vagy nem tolja jól ezt még a Győr, hiszen ugye azért itt tényleg két egygólos mérkőzésre van szó, ahol szintén akár máshogy is lehetett volna, és akkor megint az van, hogy hát kétszer adott el 7 gólos előnyt a Győr, most kettőre emlékszem én konkrétan, holott azért láttuk, hogy tényleg már a kommentátorok is elkönyvelték a sikert, tehát ugye nem jönnek vissza, hát nyilván visszajöttek egy Murphy törvény alapján, és ezt meg kell tanulni, hogy mindenféleképpen lezárni egy mérkőzést olyan hamar, ahogy lehet, és úgy, hogy már az ellenfél ne is gondoljon arra, hogy itt visszajöhetnek ebbe a mérkőzésbe, és itt azt látjuk, és az, mondjam, ez a jövő szempontjából kicsit aggodalmas, hogy mondjuk a majd olyan mérkőzéseken is, ahol nagyon komoly ellenfél van, ez most egyébként ilyen ellenfél volt, de hogy egy másik olyan ellenfél, aki úgy vannak vele, hogy hát 5-6 gól vezet a Győr, de hát láttuk már, hogy képes egy másik csapat ledolgozni ellenük, hiszen erre képes a Győr, hogy leadja ezt az előnyt, akkor még jobban ráteszünk, meg elhisszük, ugye, hogy meg tudjuk csinálni. És mondom, ez a Győr szempontjában nem annyira jó, de amíg megnyerik a mérkőzéseket, mondjuk így, hogy csak az eredmény számít, de azért ez nem így van. Szóval itt azért ez egy óriási felkiáltójel szerintem, hogy ha 7 góla vezetsz tényleg, nem tudom, 15 perc a vége előtt, akkor azt illik megtartani. És hát mondom, ennek van egy külön tudománya, ebben egészen biztos vagyok, pszichológiája, erre kell rájönnie a stábnak, hogy erre hogy tudják, mondom, olyan hamar rá pontot tenni a mérkőzés végére, ahol már mind a két fél úgymond elfogadta a végeredményt, vagy legalábbis a győztes kilétét. Ez nem egyszerű egyébként, de mivel profi játékosok van szó, ezt szerintem erről beszélniük kell, mert ha rosszkor jön be egy ilyen leolvadás, vagy rosszkor jön be egy ilyen magas előny eladása, abból azért, ha nem is katasztrófa, de azért lehetnek kellemetlen meglepetések. Most gondoljunk bele, hogy a Győr mondjuk a Fradi ellen vezet 7-tel, és mondjuk a Fradi áll föl, és mondjuk a végén nem egyennyel a Győr, hanem mondjuk egyennyel a Fradi, és mondjuk ez a mérkőzés mondjuk a bajnokságot eldönti. Szóval ilyen szempontból nagyon oda kell figyelni szerintem, és mondom úgy annak fényében főleg, hogy azért van egy olyan kerete, és látjuk is, hogy meg hát azért hamar kiderül, ki van éppen formában, ki nincs formában, ugye itt azért Johansson esetében is azért szerintem érdekes felvetni a kérdéseket, hogy én mondom, nem szeretek játékos bántani, most se bántanék, de a kérdés feltenném, hogy igazából Rű vagy Rű, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, hogy ő a mérkőzés azon szakaszában, ahol minden eldől, hogy ő miért pont ő volt azon a poszton, azt szerintem csak Per Jansson tudja megmondani. Ott azért nagyon nagy rizikót vállalt szerintem, hiszen ott jöttek a technikában eladott labdák, és hát a végén kellett Hausherr, nem tudom, jól ejtem-e, a múltkor a hollandom nem volt az igazi, ezt te tudod, hogy pontosan hogy kell kiejteni. Tökéletes volt. Köszönöm szépen, szóval az ő klasszisa úgymond döntött, hiszen ott pont abból a pozícióból jött két nagyon fontos gól, és hát amit még hozzátennék egyébként, hogy én ugye mindenki most már talán tudja, hogy a 7-6 elleni játék híve vagyok, úgyhogy ez a mérkőzés olyan volt, hogy kicsit, mint egy karácsony nagyjából. Szóval itt ugye a Breszti részről is, a végén a Győr is alkalmazta, úgyhogy abszolút elégedett vagyok, hogy ilyen technikai, vagy hát taktikai újításokkal is próbálkoznak, úgyhogy ez nagyon dicsérendő. Igen, és hát szerintem, amit ki kell emelni, az egyrészt a szélső játék még, hiszen azért voltak olyan meccsek ebben a szezonban, ahol az nagyon nem működött a Győrnél, most pedig azért Győri Lukács Viktor és Bufna Vetering is remekül lőtt összességében, meg a kapus teljesítmény, amit szerintem az egész szezonban lehet dicsérni a Győrnél, és tényleg mind a két kapus sokat hozzátesz. Ugye most is Szakó kezdett, és hozott egy korrekt első félidőt, de cserélt Per Johansson, bejött Toft, aki meg még sokkal jobb volt, és nagyon fontos zicsereket védett. Az előző meccseken meg ugye inkább Szakó volt a jó, úgyhogy szerintem most az a
Kapuspár egyelőre, nyilván megint csak el kell mondani, hogy október van, és pár forduló ment még le, de egyelőre nagyon hatékonynak tűnik a Győrnél, és abszolút úgy tűnik, hogy két egyenrangú kapusa van most az Etónak. Abszolút, és hát itt ugye én nem megemlíteném abszolút, hogy szerintem egy mérkőzésbe befolyásoló tényezőt, ugye ez a fejlövés ott az utolsó pár percben, ugye hogyha azt nem úgy védi, vagy nem úgy áll bele, ugye Toft, akkor az, ha gól, nyilván sportban nincs ha, ugye szoktuk hallani, de mégiscsak van, szóval hogyha az bemegy egyébként, ott azért egy nagyon-nagyon-nagyon más mérkőzés nézhetett volna ki, és az, hogy ő pont úgy fogta a pozíciót, és ugye, ugye szenzációs formában van, és hát ugye nem is fél a labdától, ez egy ilyen szinten azért normális, de hogy pont így védte ki, és ugye a fejlövésből ugye emberelőnye volt a Győrnek, és aztán megnyerték a mérkőzést, szóval az egy kulcsmomentum volt, és hát tényleg itt kapus gondok, abszolút nincs gond, és hát a Loki utáni mérkőzésen azért szerintem Johansson látta, hogy melyik szélső van éppen jobb formában, és most talán én nem emlékszem pontosan, de talán Balszer nem is cserélt. Az lehetséges? Most nem vagyok benne biztos, de talán én úgy emlékszem, hogy Csenge nem kapott most lehetőséget, ugye ő nem volt annyira effektív a Debrecen ellen, viszont a két szélső most abszolút világklasszú teljesmény nyújtott, ami mondom pont a Fradi esetében például hiányzott a Metz ellen. Így van. A mai adásunkban nagyjából ennyi fért volna, annyit még azért hozzátennék, hogy miközben beszéltünk, ki is jött az az említett sajtóközlemény a Wildfest részéről, amiben az derül ki, hogy 25 millió norvég korona hiányzik ahhoz, hogy a működést folytatni tudják, és ennek október 18-áig meg kéne érkeznie, ami ugye 3 nap múlva van. Úgyhogy ez nem feltétlenül kedvezők a kilátások a norvég klubnál, és azt írják itt a közleményben, bocsánat, mert a norvég szöveget fordítom le angolra, és azt fordítom át magyarra, de hogy nagyjából arról van szó, hogyha ez nem kerül ez az összeg a Viper számlájára a megadott határidőig, akkor minden bizonyal csődöt kell jelenteni a klubnak, és hát nem tudjuk, hogy onnantól kezdve mi a folytatás. Azért az mindenféleképpen szomorú lenne, hogyha az elmúlt szezonban ugye 3 BL címet is szerző Vipers eltűnne a női kézilabda a palettáról, de hát az meg valószínűleg egy másik hosszabb beszélgetésnek a témája lenne, hogy a női kézilabda a világ legnagyobb részén, még ugye Norvégiában sem nagyon tud megélni piaci alapon. Most megnéztem egyébként hirtelen, mert megmondom őszintén, nem voltam itt képben a norvég koronával kapcsolatban, hogy egy euró 11,8 egy norvég korona, most éppen a Google szerint, szóval igazából az a durva ebben, hogy ez nem egy elképesztően mondjuk így nagy összeg lenne, de hát ugye, hogyha 3 napon belül kell messzerezni, akkor lehet, hogy arra még én is lennék képes, úgyhogy ez tényleg elég neccesnek tűnik, és hát igazából itt megint az a kérdés, ugye amit láttuk a Nantes esetében, hogyha ez a Vipers esetleg úgymond szétesik, és hát nem tudom, vagy ifistákkal játsszák végig, vagy a legjobb játékosok elmegy, akkor az a kérdés szerintem, hogy a magyar bajnokságban akik azok, akiket lehetne esetleg beinventálni, kell egyáltalán a Vipersből valaki, ezek szerintem nagyon jó kérdések. Ez lehet egy külön adás része, mert abszolút mondom, szerintem én örülnék neked, tehát én semmiféleképpen sem jó, hogyha egy csapat megszűnik, se a szurkolóknak, nyilván se a csapatnak, senkinek, ez a legrosszabb, ami megtörténhet, hogyha egy csapat csődbe megy, én ezt átéltem már egyszer, meg láttuk ugye a nemzetközi kézlabdázásban is, és én örülnék neki, hogyha ez az általad említett összeg, ez összejönne, amire egyébként még 3 nap ellenére is talán látok esélyt, de ha nem, akkor nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre felé mennek a játékos mozgások, hiszen azért ott van egy-két nagyon, nagyon, nagyon ügyes játékos, akit szívesen látnék magyar csapatokban, úgyhogy meglátjuk. Így van, természetesen erről is beszámolunk majd a hétvégén, illetve hát jönnek az újabb mérkőzések, előtte ugye a férfi BL-ről is készítünk majd adást, nemrég kikerült a Rózsa Völgyi Gergővel készült interjúk, ami nagyon érdekes, tehát úgyhogy azt is érdemes meghallgatni, illetve hát az összes social felületen jelen vagyunk, úgyhogy kövessetek minket, a mai figyelmeteket pedig köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!